Ezek a mondatok nyíltan és félreérthetetlenül a visszavonulási parancsot sugalták. Igaz, a tábornok csak összekötő tiszt volt, és dönteni egyedül Weixnek, illetve Hitlernek lett volna joga, de Witzleben mégiscsak odadobta a mentőövet. Csak bele kellett volna kapaszkodni, és az összes még működő telefonokon és üzemképes rádióadókon kiadni a parancsot. A második hadsereg alakulatai szakadjanak le az ellenségről, és kezdjék meg a visszavonulást. És mintha a sors is az ő javát akarta volna. Ennek a napnak minden eseménye szinte a kezébe nyomta, és a szájába rágta, hogy mit kell tennie a csatát vesztett seregéért. Éhezve menekülő, a fagyhalállal küzdő embereért. Witzleben déli 1 órakor távozott. Este 8:50-kor Jáni fölvette a telefont, és a következő parancsot adta Legez a vezérőrnagynak. A legkíméletlenebb rendszabályokkal meg kell akadályozni, hogy egy ember is elhagyja az állást. Ott csak meghalni lehet. De hátramenés nincs. Köszönöm, végeztem. Isten veled. Legez a vezérőrnagy, abban a hitben, hogy félreértette Jánit, 10 perc múlva visszakérdezte a parancsot. A válasz ez volt. Az utolsó emberig ki kell tartani. Valamivel később Jáni felhívta Weissbárót, és bejelentette, hogy a parancs értelmében törzsével együtt ellenvetés nélkül visszavonul Novi Oszkolba. Ezzel a második hadsereg sorsa megpecsételődött. A hadseregnaplónak azon az oldalán, amelyen Witzleben látogatását följegyezték, a margón a vezérkar főnökének, Kovács vezérőrnagynak utólagos tintával írott megjegyzése olvasható. Nem tudom javasolni. Mi lennénk a Doni arcvonal összeomlásában a bűnbakok? Még 100 év múlva is rólunk írnának a németek. A második hadsereg 3 hadtestből állt. Ezek közül az egyiknek, a harmadiknak, gróf Stom Marcel vezérőrnagy volt a parancsnoka. Ezt a hadtestet az 1943-as januári szovjet offenzíva felgöngyölítette, és teljesen elszakította a magyar hadsereg zömétől. A Führer főhadiszállása, a körülzárt és minden összekötetéstől elvágott hadtestet kivette Jáni Gusztáv parancsnoksága alól, és a vele szomszédos német hadseregnek személy szerint Siebert altábornagynak rendelte alá. Stom este érkezett Krasznyi Olimba, miután már a második éjszakát töltötte a szabadban. Lába a szűk csizmában üszkösödni kezdett. Tudjuk, hogy már csak nehezen tartotta magát. Tudjuk a tárgyalófelek álláspontját, kiadott parancsait és döntéseit. Ezekre a tényekre alapozzuk azt a párbeszédet, amely Siebert szállásán egy jól fűtött parasztházban folyt le.
Biztosra vehető, hogy épp úgy, mint legelső beszélgetésük idején, Siebert ülve maradt, Stomp pedig állt. Szeretném megkérdezni tábornok úr, mit határozott? Elhatároztam, hogy csapataimmal megkísérlem a kitörést. Milyen irányban? Dél felé. És nekünk mi a teendőnk? Önök velünk egy időben nyugat felé törnek át. Hogy tehermentesítsük az önök kitörését? Nem. Hogy kölcsönösen egymás kitörését próbáljuk tehermentesíteni. Hát több ízben is bejelentettem, hogy a hideg, az utóvét harcok, valamint az élelmezés hiánya következtében az embereim a végső kimerültség állapotában vannak. Nyugat felé igen erős szovjet csapatok állnak, amelyek még a tábornok úr páncélosait is visszaverték. Egyszerűen képtelenség nyugat felé kitörni. Vezérőr nagy úr, ez a parancsom. Majd talán fogságba akarnak kerülni? A fogság még mindig jobb, mint a biztos halál. Mit akar ezzel mondani? Hogy nem teljesítem a tábornok úr parancsát. Nem hajtja végre a parancsot? Ez példátlan eset. Tisztában vagyok a következményekkel, tábornok úr. Én magam megindulok nyugat felé, de a parancsot nem adom tovább. Hát mit akar csinálni? Feloszlatom a hadtestet. Vezérőr nagy úr, ön ezt nem fogja megcselekedni. És megcselekedte. Napi parancs. Krasznyi Olim, 1943. február 1-én. A magyar királyi harmadik hadtest 1943. január 12-től kezdve a donállások kézben tartásáért súlyos, veszteségteljes harcokat vívott. Az urivi áttörés következményeképpen a magyar királyi második hadseregtől elválasztva a Korpsgruppe Siebert alárendeltségébe került. A harcokban a magyar csapatok emberfeletti hősiességről tettek bizonyságot. A mindinkább fellépő lőszer és élelemhiány párosulva szokatlan nagy hideggel megtörte a védők ellenálló erejét. E perctől kezdve a német hadvezetésnek csak tehertételt jelentettünk. Előjáró parancsnokomnak ismételten bejelentettem csapataim helyzetét, kérve azoknak kivonását, egy hátsóbb helyen való pihentetését és újbóli szervezését. Sajnos ez nem történt meg, hanem lőszer, élelem és fedél nélkül a puszta földön szenvedtették végig az orosz tél borzalmas éjszakáit. Láttam rajtatok, hogy napról napra sorva testi és lelki erőtök, hogy valamennyien a biztos pusztulás elé tekintünk. A német hadvezetés súlyos helyzetében még az élelmet sem tudta biztosítani. A mai nappal Siebert tábornok úrtól azt a parancsot kaptam, hogy vezesselek benneteket az Olimpataktól nyugatra eső területre, ahol keresztül tudjuk magunkat nyugat felé vágni. Azon az orosz hadseregen keresztül törni, amelyik a német hadsereg teljesen felszerelt, teljes harcértékű hadosztályait verte vissza. E parancsot én nem tudom néktek továbbadni, mert nincs értelme, hogy az agyonfagyott, kiéhezett magyarok ezrei 10 töltényjel puskánként üres gyomorral tehetetlenül pusztuljanak el. Ezek után kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendőjét, mivel élelmet, lőszert és végrehajtható feladatot adni nem tudok. A magyar haza mindenkor hálás szeretettel fog visszaemlékezni hős fiaira, akikhez hasonló sors csak keveseket ért a magyar nemzetben. Isten veletek, magyar honvédek! Gróf Stomm vezérőrnagy, hadtest parancsnok. De legalább nem küldött másokért, cél és értelem nélkül 10 000-eket a halálba. Ő már csak 2 rossz közül választhatott, de legalább a kisebbik rosszat választotta egyszer Krasznyi Olimban egy nehéz órában. Megírta parancsát. Azt a parancsot megtagadó parancsot, mely párja nélkül való a magyar hadtörténelemben. Aztán, amikor emberei már szabad kezet kapva elindultak, s vagy hazamenekültek, vagy fogságba estek, ő e napestéjén híven a kapott parancshoz legszűkebb törzsével 5 szánon elindult nyugatnak és fogságba esett. A hadifogolytáborban, hogy életét megmentsék, fagyástól elüszkösödött lábait amputálták. Az Esti Hírlap című budapesti délutáni lapból. Stomm Marcell 1968. április 25-én 77 éves korában elhunyt.
Temetése május 3-án, pénteken délután 2 órakor lesz a farkasréti temetőben. Én Jáni Gusztáv csapattiszt vagyok, és nem sokat kérdezek. Ezt a feladatot is esküvel fogadott kötelességemhez híven elvállaltam, de attól még nem leszek esküszegű, ha most, mikor döntenem kell, azt, amit eddig még nem tettem, megkérdezem. Kérdem. Voltak éppen miért küldték ki ezt a hadsereget? És ha már kiküldték, akkor miért bíztak rá olyan feladatot, melyet emberi erővel megoldani nem tudott és nem tudhatott? És kérdem, mindazt, amit sürgettem, követeltem, a páncéltörőket és a légelhárítást, a téli ruhát, a szállást, az ellátást, a mélységben tagolt védelem kiépítését nem csak hogy meg nem adták, hanem válaszra sem érdemesítették. És hogy lehet, azt kérem, hogy azért egyetlen páncélos alakulatomat hozzácsapták a Kramer hadtesthez, ami ugyan a Führer parancsára taktikailag nékem alárendeltetett, de ugyancsak a Führer parancsára nekem semmiben sem engedelmeskedett. Mindenre csak egyetlen válasz és egyetlen magyarázat adódik. Mégpedig, hogy a második hadsereget nem győzni, hanem veszíteni küldték a Donhoz. Olyan politikai célok érdekében, melyeket nem ismerek. Én csapattiszt vagyok, aki nem sokat kérdezek, de most nem hagyhatom kérdezetlenül. Hogyha áldozat volt a hadsereg, kik voltak benne az áldozatok? Mert ha csak földhöz ragadt, nincs telen parasztokat és jó részt korosabb korosztályokat, más anyanyelvű nemzetiségieket, börtönből kihozott rabokat, megbízhatatlannak mondott zsidókat dobtak oda áldozatul, és föléjük nem a legjavatiszteket, nem a képzetteket és tapasztaltakat, hanem a jó közepes, a csak közepes, vagy éppen közepesen alul minősítetteket rendelték parancsokul, akkor ebből önként következik, hogy egy ilyen selejtes hadsereg vezetésére kijelölt személy, név szerint Vitéz Jáni Gusztáv, vezérezredes maga is, mint szűk áttekintésű, legfeljebb közepes képesítésű, fontosabb feladatokra nem alkalmazható, selejtes parancsnok került a posztra, akiért nem kár, ha kitöri a nyakát. Ami félig már meg is történt. Legalábbis, ami az ellenséget illeti. Szabályszerűen meg vagyok verve, 9 hadosztályon megsemmisült minden lövegem, oda vezett. Embereim eldobálták puskáikat, és fejveszettem menekülnek ki, merre lát. De még hátra van a másik vele, hogy megverjenek az ideátiak, a vejkszek, barták, szombathelyiek, akik nagyon jól tudják, hogy én, ha nem kapok, követelek, az Atya Úristentől be nem rezelek, a Führernek is visszafeleselek. Azt pedig még ennél is jobban tudják, hogy egy csatavesztésnek az a vesztese, aki vesztesnek jelenti ki magát, mihelyt elrendeli a visszavonulást. Hát csak várnak, és várnak, és várnak, hogy én legyek a bűnbak. És amit senki elrendelni nem mer, annak én legyek az elrendelője, és a második hadsereg visszavonulásának, és a Doni arcvonal összeomlásának, és az egész világháború elvesztésének én viseljem az ódiumát. Hát ebből nem esztek. A vejkszek, barták, szombathelyiek és a többi okosok és intrikusok. Én ezt a parancsot ki nem adom. A visszavonulási parancsot visszavonom. Ha még nem tudnák ki vagyok, most megmutatom, mit jelent fegyelmet tartani és rendet tartani. Ami veszni volt rendelve, vesszen el. De arra hiába várnak, hogy veszni hagyom esküvel fogadott tiszti becsület.